Néhány napja írt az Újságmúzeum Spéter Erzsébetről, biztosan emlékeznek, arról a hölgyről van szó, aki idős korában hazatért Magyarországra, és egy díjat alapított, amivel támogatta a magyar színészeket, és mellette a Nemzeti Színház megépítését is támogatta anyagilag. A cikk kapcsán felmerült Huszák Zsóka neve, ő egy nagyon ismert és közkedvelt jazzénekes, de most nem ezért beszélgetünk, hanem azért, mert Huszák Zsóka volt az, aki az idős Péter Erzsébetet támogatta, pontosabban egy jótékonysági gálát hozott létre a megsegítésére, mert hogy kiderült, és ez a cikkből is olvasható volt, hogy Péter Erzsébet időskorára elszegényedett, és azok, akiket támogatott, hát jobbára elfordultak tőle. Hogyan emlékszik Zsóka Péter Erzsébetre, és pontosabban az időskori is Péter Erzsébetre? Először is köszöntök mindenkit, örülök, hogyha néznek minket. És Péter Erzsébetet úgy ismerkedtem meg, hogy volt egy újságíró barátom, aki eljárt hozzá, és sokat írt Péter Erzsébetről, és egyik alkalommal megkérdezte, hogy akarsz-e jönni, meg akarod-e ismerni. Hát hogy ne akartam volna. Elmentem Budán, a Budapest Pasaréten, igen, Pasaréten lakott egy kis, hát hogy jellemezném a kis lakását, ilyen kis cifrapalotának. Így mondanám, hogy cifrapalota, igen. Erzsébet asszony fekvőbeteg volt, ágyban fekvő, az egyik karját tudta csak mozgatni, nehezen beszélt, és igen idős volt már. Nagyon kevés embert engedett magához, és végtelenül megtisztelő volt, hogy ott lehettem nála, és ezután az alkalom után többször el tudtam menni, meg tudtam látogatni, sokat beszélgettem vele, rendkívül bős volt, 7 nyelven beszélt, perlekedett a Jóistennel, mindig azt mondta, hogy 7 nyelven perlekedek a Jóistennel, és a barátommal együtt, mivel Erzsébet asszony nem kapott semmilyen díjat, kitaláltuk, hogy legyen egy Vénspiné díj, mert ő saját magát Vénspinének nevezte, és ez a Vénspiné díj megjelent valamelyik újságban, hírt kapott erről a TV2, és egy szerkesztő hölgy felkeresett, felhívott, hogy érjen már el, hogy egy riportot csináljon Spéter Erzsébettel. Nem akart belemenni Erzsébet, azt mondta, hogy emlékezzenek rá úgy, ahogy ő volt régen, de az én kedvemért azt mondta, hát ha ez engem elősegít valamiben is egy picit, magához engedte a riporter, csináltak egy riportot, jól sikerült, tulajdonképpen le is adta a televízió, és ennek kapcsán, amikor továbbra is többet beszélgettünk, jutott az az ötlet eszembe, hogy Erzsébet mi lenne, hogyha azok a művészek, akik felléptek régen azokban a műsorokban, amiket te csináltál, és Erzsébet díjat kaptak, és sokat segítetted, kivitetted őket Amerikába, támogattad őket, még az életedben egy szép műsorral köszönetet tudnának neked mondani azért a sok szép jót, amit kaptak tőled. Nem akart vele menni. Egyébként azt mondta, hogy szó se lehet erről, de aztán egyszer csak arra gondolt, megint talált az a jó szíve, arra gondolt, Zsóka, ha meg tudod csinálni, akkor csináld, nagyon nagy fába vágtad a fejszét, nagyon nehéz lesz, el kell menni mindenkihez, meg kell kérni, hogy eljönnek-e, én nem tudlak támogatni pénzzel, ezt magadnak kell mindenféleképpen véghez vinned. Úgyhogy kitaláltam, hogy legyen egy Erzsébet díjazottak gálája. Belekezdtem a szervezésében, meg kell, hogy mondjam, tényleg nagyon nehéz volt, ki kellett találni, hogy hol legyen ez. Nagyon szerettem volna, hogyha egy illusztris helyen lett volna ennek a megtartása, de hát meg kell, hogy mondjam, hogy bárkihez fordultam, segítséget nem kaptam senkitől, teljesen magamra voltam utalva. Szerettem volna, hogyha személyesen is ott lett volna a gálán, de egy művésznő nem engedte, hogy ott legyen. Miért nem? Azért nem engedte, Erzsébet asszony, nem akarok. Nem mondjuk csak a... Nem akarok, azért, mert ez bántaná az Erzsébetet. Erzsébet felszokott ülni, konyhában nagyon sokat ült, és egy ilyen bizonyos tolószékben volt. És én már elintéztem a mentősökkel, hogy gyönyörűen kidekorálják azt a széket, és oda be tudják tolni a közönség elé, és akkor ott tud találkozni a művészekkel és a közönséggel, de az utolsó pillanatban nem engedte, hogy eljöjjön. Én azt hiszem, és ez a véleményem, és akkor én ezt most vállalom, szerintem megirigyelte, hogy nem neki jutott eszébe az Erzsébet díjazottak gálája. Én erről nem tehetek.
És azt is meg kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyedül csináltam, egyedül kértem fel a művészeket, mindenki az első szóra eljött. Mindenki ingyen vállalta ezt a fellépést, mindenki szeretettel jött. A csodálatos Almási Éva, Sota Irén, Podrogi Gyula, Oswald Marika, bocsánat, ha kihagyok valakit, Halász Judit, akkor Szakcsillaghatós Béla, Görgei Gábor volt, aki felvezette a műsort, végtelenül szeretett, Szejzler Endre, tehát rengetegen ott voltak, szívesen jöttek, a műsor gyönyörűen lement, mindent én intéztem, mindent. Hát utólag is köszönjük, mert ez egy nagyon nemes cselekedet volt. Erzsébet végül is ezt láthatta, vagy nem láthatta? Sajnos nem láthatta, és ezért vagyok végtelenül bánatos, pedig még láthatta volna, DVD-re felvettük ezt az egész műsort, TV műsor változatra is össze van vágva. Nekem adta a ruháját, azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez a ruha méltó helyre kerülne. Nagyon szerettem volna, hogyha a halála után a Nemzeti Színházba került volna, egy kis helyet csináltak volna, hiszen Spéter Erzsébet volt, aki a Nemzeti Színházhoz komoly összeget adott, és szerette volna, hogyha felépül. Nem ő tehet arról, hogy ez nem történt meg. Elutasítottak. Mégpedig olyan indokkal, és ezt szeretném elmondani, nagyon érdekes, azzal az indokkal, hogy ő nem volt színésznő. Könyörgöm, sokkal több volt, mint egy, bocsánat, idézőjelben, nem sértő, de más volt, mint a színészek, hiszen pénzt adott, mecénás. Ugye volt egy másik végakarata, és azt szerette volna, hogyha a Nemzeti Színházba legalább a büfét róla nevezik el, és hát ugye ezt sem teljesítették. Semmit nem teljesítettek, sajnos nagyon sok színész azt gondolt, több színész nem ment el például, amikor megítélte a közönség, megszavazta az Erzsébet díjat nekik. Azért nem mentek el, mert azt mondták, hogy Spéter Erzsébet nagyon előtérbe helyezte magát, de könyörgöm, miért ne tehette volna ezt meg abban az időben? Hiszen ő kitalálta ezt a gálát, rengeteg pénzt adott, műsorokat adott. Kétségtelen, hogy előtérbe helyezte magát, inkább azt mondom, hogy egy feltűnő jelenség volt, igen. De az, hogy hajbókoljanak neki, azt nem ő találta ki, pontosan. Ez azokból az emberekből jött. Ami még nagyon kíváncsi lennék, én hallottam egy olyan kósza pletykát, és itt se mondjon nekem nevet, csak erősítse meg, ha így volt, hogy az utolsó éveiben, amikor ágyhoz kötve feküdt, akkor egy ismert rádiós följárt hozzá fölolvasni, és alkalmanként 50 és 70 ezer forintot fogadott el az akkor már elszegényedő Spéter Erzsébettől. Ez igaz, vagy csak egy rossz színalatú pletyka? Ez igaz, és amikor már nem tudta adni, akkor nem is ment hozzá soha többé. És még azt szeretném mondani, hogy a halála előtt, mikor kórházba került, szinte minden nap bent voltam a kórházban nála. És nagyon szomorú volt, hogy nagyon kevesen látogatták, és szomorú vége lett, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ilyen elhagyatottan lett a vége. Igen, még a halál előtt egy évvel, ha jól emlékszem, nyilatkozott, hogy egy ujján, egy kezén meg tudja számolni azokat a színészeket, akik őt később fölhívták, vagy érdeklődtek azok közül, akiket ugye támogatott anyagilag. Ugye neki volt egy másik végagarata, szerette volna, hogyha a Dunába szólják a hangvait, és hát ez sem teljesült. Ez miért nem teljesült, erről lehet valamit tudni? Ezt nem tudom, nagyon jól ismertem az egyik rokonát, aki kint élt Izraelben, és hát sokat találkoztam vele, és beszéltem vele, és próbáltuk, ugye a temetésével is voltak zűrök egyébként a temetésével kapcsolatban, de végül is arra az elhatározásra jutott a rokonsága, hogy mégis legyen ott a temetőben eltemetve, hogy az emberek tudják a tiszteletüket, ha netán eszükbe jut lerónni Spéter Erzsébet előtt. Hirtelen most nem tudnám, annyi minden kavarok bennem, oly sok mindent szeretnék róla mondani, de azt feltétlenül el kell mondanom, hogy végtelenül bölcs, jóindulatú asszony volt, aki nagyon sokat tett, és gyönyörűen beszélt, és magát magyarnak mondta, és Magyarországért tett, és a magyar művészekért nagyon sokat tett. Megérdemelni, hogy ott a Nemzeti Színházban megemlékezenek róla, mindenképpen. Ez és jó van. Lenne, hogyha valaki a gálát valamilyen formában, vagy az MTV1, MTV2, Duna TV leadná. Így van. Halmon Péter egy nagyon fontos mondatot mondott Spéter Erzsébettel a jelenséggel kapcsolatban. Azt mondta, hogy jött valaki, aki nem elvenni akart, hanem adni, és mégis a vérét vették. Ön szerint ezt hogyan lehetne megfogalmazni az ön olvasatában? Mi volt, ki volt Spéter Erzsébet, és miért történt ez, ami történt?
Azt hiszem, hogy megváltozott a világ. Ő tényleg sokat adott, nem volt gyereke, és ugye ő úgy gondolta, hogy az életét erre teszi, hogy maradjon utána valami, az Erzsébet díj. De megváltozott a világ, jött a rendszerváltás, az a pénz már, amit ő akkor beletett, akkor azt mondták utána, hogy az már nem olyan sok, akkor azt kezdték ledegradálni, hogy akkor az már nem is olyan nagy érték, és hogy hát végül is húzták a szájukat, sokan, akik elfogadták a díjat, már próbálták megtagadni, pedig most milyen jó lenne, hogyha kapnának az emberek, és megbecsülnék a művészeket, hogy adnának díjat, és a díjjal jár összeget, hiszen legyünk őszinték, hogy nincsenek nagyon elkényeztetve, a legtöbb nincs elkényeztetve. Még Cserhalmi György fogalmazta meg nagyon jól, aki azt mondta, hogy köszönet, minden köszönet az öreg lánynak, mert amit ő cselekedett, az egy világbajnokság volt, hogy ő adott akkor. Ez Végszónak is megfelel. Ugye a ruhája az most is önnél van. Igen. Tehát, hogyha ezt a videót látják a illetékesek, akkor megkereshetik önt, és akkor ezt a ruhát végül is ki lehetne állítani a Nemzeti Színházba. Reméljük, hogy úgy döntenek, hogy élnek a lehetőséggel. Köszönöm szépen, Zsóka is. Én is köszönöm. És azt is köszönöm, hogy ennyi év távlatából is, hogy helyén volt a szíve, és emberség volt, tényleg jelesté vizsgázott. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!